Hello zusammen, és sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit itt a Red Power garázs berkein belül. Igen, Kiskumalsán vagyunk, és folytatódik a Red Power Akadémia. Mit is jelent ez pontosan? Rengetegen írtatok, és nagyon örülök, hogy tetszik nektek, hogy az üzemanyagrendszereket átfogóban átbeszéljük. Hát igazából Jenő elmeséli, hogy hogyan működik, én meg csak mint egy kis tanuló ott állok mellette, de meg tudjuk nektek mutatni, hogy hogyan működnek ezek a befecskendező rendszerek. Viszont rengetegen írtok azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet Jenőnek az E30-asával, és pontosan ez az oka annak, hogy itt állok, és itt kezdődik a mai videó az E30-as előtt. Itt van az autó, amióta szét lett szedve, és az első átépítések megindultak, viszont alkatrész beszerző túrán vagyunk folyamatosan, és minden kábelköteget, motort, turbókat, rengeteg mindent be kell szerezni, viszont erről többet nem szeretnék mondani, mert nem is tudok olyan átfogóan és értelmesen fogalmazni sem, meg összeszedni a gondolataimat, mint ahogy Jenő a saját autójáról, úgyhogy lehet, hogy lesz egy külön rész, ahol Jenőt megkérem, hogy magyarázz el, hogy most mi a terv, vagy hogy is haladunk tovább, de meg akartam nektek mutatni, hogy itt van az autó Jenőnek a műhelye előtt. Viszont a mai adásban, mivel rengetegen írtatok kommentbe, hogy jók ezek a rendszerek, viszont jó lenne egy PDTD-ről is hallani, jó lenne akár egy TDS-nek a rendszeréről, adagolós rendszerekről, mindenről hallani. Ezekben nem bírtam beszerezni, csak egyet, egy PDTD-t, mert ugye az én Golfom az egy 131 lovas PD, úgyhogy az fog következni, hogy a mai adásban Jenő erről fog beszélni, hogy pontosan miről azt nem tudom, de valószínűleg az üzemanyagrendszerről, a felépítéséről is így unblock az egészről. Sziasztok! Most a sok BMW tartalom mellett most Szabival kitaláltuk, hogy csinálunk egy force-fájányos tartalmat. Force-fájányot nem javítok, ne hívjatok vele, nem tudok javítani a telefon keresztül, de elmondom, hogy force-fájánynak ez a tipikus PDTDI motorja, hogy működik maga a befecskenése, milyen mechanikus, milyen elektronikus hibái szoktak lenni. Egyáltalán hogy épül föl, hogy működik. Ugye a force-fáján konszert elég későn kezdte a kumoréleket, a CR motorokat készíteni, előtte a PD-s világba élte, a többi autógyárnak meg ugye nem volt PD motorja, kivéve volt egy, aki nem tudom, tudja milyen az orosz autóban, a Gazdi, úgy nézett ki, mint a Transit majdnem, annak volt egy PD motorja. Majd később egy pár mondat mondok róla egy pár szót, hogy hogy működik, tök úgy néz ki a motorja, mint egy PD-TD-nek, ugye a nagy szeredeknél égett, csak az oroszok, mivel egyszerűek, teljesen másra oldották meg a befecskésnek a vezélését, a működtetését, mint a Volkswagen. A Volkswagen motor 1.9 PDTD-i, full BMW is vagyok, de ezt el kell ismerjem, hogy az 1.9 PDTD-i motor nagyon jó motor, nagyon erős motor, brutál nyomatékos és brutál lehet tuningolni. Ezt el kell ismerjem, tehát nincs mese. Ugye a Volkswagen onnan kezdte, hogy volt ez egy 6 TD, ami a maga korában jó motor volt, csak örök hengefes volt, de jó motor volt, jó fogyasztott és jó erős volt. Tehát volt egy 1.9-es TD-je, az szintén előkamrás volt, adagolós volt, az olyan erős volt, vagy még gyengébb, mint az 1.6-os, azban volt már ilyen katalizátor. És utána jöttek a TD motorok, azok nagyon jó motorok voltak, de ugye kellett a lóerő, kellett az emisszió, és akkor jöttek a PD-TD motorok. A PD-TD motor azért hívják PD-TD-nek, mert pumpadűze, tehát egy hely, egyben van építve az adagoló és a polaszt, azért a pumpa, meg a dűze. Nem tudok szépen beszélni németül, de pumpadűze azért PDTD, egy egységben van szerelve az nyomóelem is, és a polasztó is. Az egyébként így néz ki, de szerintem ezt mindenki tudja. Ez egy PD elem. Elmondom, hogy hogy működik, hogy vezéli, mit csinál a vezélő vele, melyik része mit csinál, melyik része mit szolgál, melyik alkatrész benne. És elmondom azt, hogy a maga PD hogy működik. Tehát a PDTD motorban van egy tandempumpa, ide lesz, és akkor meg tudom mutatni. Itt van az adagú, a hengefe, van egy tandempumpa, maradj itt, hozok egy ilyet. Tehát így néz ki ez a tandempumpa. Ez egyben van építve a vákumpumpa és a tandempumpa. A hengefej oldalára van rácsavarozva, van hengefej, meg fog mutatni rajta, hogy miképpen van főtéve. Azt is el fogom mutatni, hogy mi szokott a baja lenni ennek, mert olyan többféle problémája előjön, azt mindjárt el fogom mondani. Tehát ott tartunk, hogy a tankban gázolaj,
Bizonyos típusoknál van a tankban előszivattyú, bizonyos típusoknál nincs előszivattyú. Előjön a gázolaj a tankból, szűrőn keresztül belemegy a tandempumpába, indítózunk. Most beszélünk arról, hogy az autó egyébként jár, tehát nem frissen van összerakva, nem kell légtelenteni. Tehát indítózunk, a henger fejbe, ez a tandem pumpa itt belenyomja a gázolajat, és a henger fejbe egy közös térbe nyomást csinál, egy előnyomást csinál. A PD elemek onnan szívják a gázolajat, és a PD elem ez úgy működik, mint egy bicikli pumpa. Főszívja a gázolajat, benyomja a gázolajat. Azt, hogy hogy szabályozik, hogy mikor és mennyit, azt majd el fogom mondani, meg le is fogom rajzolni, egyébként, ha le van rajzolva és elmondom, akkor tök egyszerűen meg lehet érteni. Ez úgy képzeljétek el, ez egy elem, mint egy bicikli pumpa. Felszívja a gázolajat a hengerfejbe, kinyomja a végén. Ilyen egyszerű. Van vezőtenge, bugykökkel nyomogatja. Van hengerfej, és hoztam egy párfajta hengerfejet, 3 hengeres, ez 4 hengeres, ez 5 hengeres, sajnos nem tudtam szerezni, de 5 hengeres vezőműtengert viszont igen. El fogom tudni nektek mondani rajta, hogy hogy működik. Tehát elkezdünk indítózni, gázolaj van ugye a tandempumpába, felnyúl bizonyos nyomásra, felnyúl hengerfejet, föltölti ezt a részt gázolajja, ezt nyomkodja a vezőműtengely, szív egyet, pólaszt. Ugye közben a motorvezető érzi, hogy főtengely forog, van benne egy induktív jeladó, fontos, egy főtengelynek van egy induktív jeladója, tudja a motorvezető, hogy a főtengely milyen pozícióban van, van egy vezőműtengely jeladója, tudja, hogy a vezőműtengely milyen pozícióban van, melyik henger ár töltése, robbanása, és elkezdi működtetni elektromosan a befecskendezőket. Na most van egy indítási mennyiség, beindul az autó, alapjáton jár. Onnantól igazából minden autó ugyanúgy működik, minden dizelat. Mi adagolom rajta, humorrel, PD, vagy akármi más nyavaja. Tehát jár alapjáton az autó, nyomok egy gázt, a gázpedál, ugye már beszéltünk máskor, nem fordulatszámot kérek a motortól, a motor vezélőtől, de lenyom gázpedált, a gázpedálnak a feszültség jelétől, a motorvezető nem azt tudja, most fordulatszámot kértem tőle, hanem nyomatékot kérek. Ami azt jelenti, hogy elkezdi növelni a nyitvatartási időt, elkezd több gázolat fecskendezni, ez miatt nagyobb lesz a robbanás, nagyobb a robbanás, gyorsul a főtengely, tehát főtengely gyorsulásról beszélünk, elkezd főpörögni. Ugye van egy táblája ennek is, úgy, mint a közös nyomócsövesnél, van egy duratáblája, be van táblázva neki, hogy milyen nyitvatartási idő, az mennyi üzemanyagot jelent. Az előtöltés, ezt mi el fogom magyarázni, az elég érdekesen csinálja, elég érdekesen tudja kontrollálni, hogy éppen hol az előtöltés. Tehát elkezd nyitvatartási időt nyitni, egy táblába kiolvassa, hogy milyen forlatszáma, mennyi kajával, milyen forlatszám lesz majd körülbelül. Tehát, hogy mennyi kajával, milyen lökette, milyen forlatszámot fog elérni. Ez úgy benne van a kis agyacskájában, benne van táblázva. Ami ugye az összes többi autónál még ilyenkor befolyásolja, figyeli, ezeknél például nagyon fontos a gázolaj hőmérsékletet, figyeli a beszívott levegő tömegét, a motorhőmérsékletet, a beszívott levegő hőmérsékletét, a turbonyomást, és még millióm egy dolgot, most nem megyek bele mindenbe, légkörnyomás, mindent. És annak fülyben még a táblába pontosítja a befecskendezett mennyiséget. Elmegyünk az asztalhoz, ott van egy jó pár dolog, és akkor azt elmagyarázom, hogy mi. Tehát itt van egy 3 hengeres PDTD hengerfej. Ez a kis 1-4-ekben van benne, ez egy mocskos jó kis motorok. Nagyon erősek, nagyon nem vesznek semmit. Itt a pannepump, az ide a rácshoz, végig is áthajtással a vezőműtengelyerű hajtát. Na most ennek, ami szokott abban lenni, megkeményszik a tömítés, elkezd fogni a gázolaj, ezeket lehet cserélni, meg ez a vákumpumpának, ez a vákumpumpa része, hogy összeépít a vákumpumpa és a gázolajpumpa, ez a kis pöcse, ennél is lehet látni, hogy megmozgósodik. És akkor az vagy, hogy itt csak elmegy a fék, ugye, mert itt szívne a vákumot, itt mellette elszív. És akkor beszokták pasztázni, megkalapálják, vannak ilyen mókulós megoldások. Leesett a lámpa. Van egy mókulós megoldás, hogy ez nem az ogyan. Ez például a fék hol van, hol nincs, egy PDTD-nél minden milyen autóról beszélünk, csak PD-motor, hogy menne, ez szokott abban lenni. Meg szokták tömítőpasztázni, megkalapálják, hogy megszóljon, és utána elbaszott a problémát. Ez egy probléma szokott lenni a vákumpumpa, a tandempumpánál. Akkor van benne egy kábelköteg, ami próbálom kifeszigetni innen, ami szintén problémás szokott lenni. Erre van egy javaslatom, hogy sokan azt csinálják, de ki kihagy a PD motor. Fogja magát, azt kihagy. Nyel egyet, nagyon sokszor ez a problémája neki, de van, aki leveszi, kiveszi. Én is megpróbálom valahogy. És
és megjavítják otthon. Jó, odalkott a füle. Nem veszem ki, nem kilóg. Tehát ezek mennek bele, ez megy bele ugye a pédelembe. Ez a csatlakozó. A csatlakozó meg szokott lazulni, és nem lesz az érintkezés. Sokan megnyomják, visszateszik, de csak tüneti kezelés, vegyük ki, dobjuk be a kukába, azt tegyünk bele egy újat. Az összes három hengeres, öt hengeres, nem ugye szokott lenni a probléma. Tehát nem érdemes összenyomkodni, és akkor majd biztos lesz. Ideig, óráig lesz csak jó. Elmondom utána, hogy működik. Az a része, hogy hogy csinál nyomást. Tehát ez egy vezőműtengely úgy működik, hogy vannak a, amik nyomkodják magát a szelepeket, itt van a himba, tőke, minden, az még most minket nem érdekel, és beledugok, összepakolok egyet mindjárt. Ennél érdek, ennél jobban lehatni. Tehát ami mechanikus balszkot ezeknek lenni, egyszer. A PDTD, ha nem jól működik, reggel füstöl, krákog, nem jöhet, mindig a pólasz, tehát mindig a PDL-em rossz, más nincs benne, ami rossz lehet. Ha itt a vezeműtenge bütyke nincs elkopva, ezek a bütykök el szoktak kopni benne. De most éppen nem látok azt. El szoktak kopni a bütyök benne, mint a húzat. Például az öthengeresnél van olyan probléma, én nem vagyok Volkswagen-es, csak már láttam ilyet, hogy elkopik a bütyök, nagyon laposra, és a bütyök, mivel elkopik, most ugye nem bántja az ujjamat, mert rádiuszos. Elkezd kopni, borotva éves lesz az oldala, és mivel a tőkét ez pofozgatja, a tőke forog, és a tőkét kiválja. Szóval szerezhetek, kilukod a tőke, és az a hengernek elmegy a kompressziója. Tehát a tenger az elszkod benne kopni. Itt az elem, ezt bedugom a helyére, ráteszem a himbát, így van rajta, teljesen így van rácsavarozva, és ahogy forgatom a vezműtenget, ugye nyomkodja össze a himbát. Most nem bírom, hogy a rugó elég nehéz. Tehát nyomkodja össze a himbát, tehát magyarul úgy sem, mint egy bicikli pumpa, följön, merít egyet, bepólasztja az égéstérbe. Hogy mikor mi ennyit pólaszt be, ott be eletűnik a kompjúter, kiszámol szépen mindent, és szépen ő vezél. Ezt el fogom mondani, hogy hogy működik. Ami a mechanikus probléma szokott még lenni ezeknél, ha megnézem ezt a pédelmet, gyönyörű, itt meg szarrá van kopva. Igen. Ez a kopás benne van itt a hüvelybe is. Fölveszem a zsuglámpát. És oda belenézünk, nem tudom, lehet-e látni, hogy csupa rágás az egész. Ezt úgy tudom, hogy ha megnézik a másik oldalt, oda néz bele, ott meg látjuk, hogy meg szép sima, tehát nincs berágva. Ez nagyon érdekes, mert ugye, mivel így nyomkodja a himba a pédelemet, ugye erre kéne egy lögdösse, és mégse arra kopik el, oldalra kopik el, és mindig a csavar a szembe szokott elkopni. És ez nagyon veszélyes abban a szempontból, hogy itt van gumigyűrű, ez ugye most nincs rajta, de van gumigyűrű, és elrági gumigyűrűt, és mindig lelevegősödik. És köszönöm, hogy kicsit gumigyűrűt biztos, hogy nem lesz jó, bekerüljön egy kis tiszpapírra, és el kell venni neki az életet, hogy ne bántsa az öltet, el kell kicsit úgy simítani, és utána tudod betenni, ami még nagyon fontos, úgy tudtuk betenni, amikor még csináltunk a réget, már nem csak, hogy teszünk csavarrögzítőt ide, úgy tesszük rá a tömítést, és úgy dugjuk bele, és majd másnap indítjuk be. Ugyanis az a lényege neki, hogy nagyon sokszor úgy lehet járni, hogy kiveszed a pédelmeket, visszarakod, és utána rengeteg nem indul el. Nincs semmi baj, csak mivel kivett, mikor egy elem még benne van, régóta, akkor korom bepakolódik ide, és megrögzít, hogy ne tudjon mozogni. Mivel őrült nagy erőbe ütegeti így a himba, amikor kiveszed, beteszed utána már, tud mozogni, mert tud mocogni. És egyszerűen alul is van gúny, és egyszerűen lelevegősödik, és buszom, hogy lelevegősödik. Azt szoktuk úgy csinálni, hogy becsapályrögzítőzzük, nem ragad bele, nem kell nem be sehova. És úgy tesszük bele, meghúzzuk, hogy kell, és akkor másnap beindítjuk. És az a csapályzat megközpont is, hogy ne tudjon mocorogni, mert mocorog. Alatta nem vörös résztömítés van, hanem sárga rész, mert tudjuk, a vörös rész az puha, a sárga rész meg kemény. Azért nem lehet tenni alá vörös részt, mert akkor agyon csapkodna, agyon lapítaná. És sárga rész van, és nem kell kilágyítani, sárga részt nem lehet kilágyítani. Tehát nem kell neki lágyítani, újat kívülünk beletenni, van hozzá a tömítészet, és ha ajánlom, akkor csak bóst tegyünk rá, sem más, holnak ilyen utána gyártatok, nem mondom neki, de nem lesz jó. Tehát ki kell csiszolni, be kell tenni, ide tenni kell a tömítés alá,
tömítés és a PDLM közé is csapályüzetet, meg a tömítés alá ráteszik, meghúzzuk, másnap meg beindítjuk, és akkor jó lesz. Ami szokott bajni, tehát akkor folyik a gázolaj órán száján, meg szokott ez lazulni neki, és elmegy a vákum. Éde van tömítészet, ezt meg lehet mókon, hogy megkalapál a tömítés, paszta bele, el szokott kopni a bütyök, meg kell nézni a bütyköket, hogy megvan-e mind, el szokott kopni, és akkor kiválja a hidotőkét. Azt ezt, ha nem mozog, jó, ha néha kihagy, akkor a csatlakozó mennyezet kicserélhet, ne nyomkodj össze, mert nem lesz jó hosszú távon. Még egy nagyon fontos, nincs az övönbe kiraktam. Tehát ezeknél őrült nagy, ugye általában a vezeműtengeren megszoktuk az autóknál, a vezeműtengerek nincsenek csapályozva, mert igazából amit kell neki tartani, egy ilyen annak, magának az alumínium perselnek, az kibírja. Itt őrült nagy erőről van szó, látom, ilyen széles, nagy görgő van, tehát őrült nagy erőt visz át. Így a vezeműtengerek be vannak csapályozva. Tehát rendes olyan csapácsésze van benne, mint egy... most itt egy főtenge. Ilyen csapátyrészét kell képzelni benne, csak picikébe. Tehát picikébe most itt nincs már, kivettem belőle, és akkor eldobtam valóban. Tehát ugyanilyen csapátyrész van benne, és lehet is látni, hogy ez egy felfele akar jönni ki belőle, ami lefele nyomja magát, felfele akar jönni, és akkor a felső csészhez tudok mindig megkapni, mert ezt ki kell cserélni. Tehát ha kicseréled ezt megcsinálod, hogy nem mozogjon, tömítés kicseréled, a PDLM, ha elviszed és bevizsgálod, és már javítják nagyon precízen. Az jó, berakad, ragasztó, összepakolod, ami még fontos, nézd meg adatbázisba, hogy hogy kell összerakni, mikor ezt összepakolod, így. Megvan az, hogy ez emelt tekert fő ütközésig, tehát a legnagyobb emelésen ez tekert ki, ez egy helyanyos volt, tekert ki, legnagyobb emelésen legyen rajta a tengely, és akkor meg vagy beteker ütközésig, és meg vagy hány fokot kell kitekelni, helyanyos volt, és úgy kell fixre húzni, ezt meg kell gépen nézni, hogy melyik autót, melyik PDS hova kéri. És akkor beállt fengelfe. Egyébként a motor nagyon jó lesz. A maga motorikus nem szokott neki baj lenni. Vannak még ilyen tömítéskiménési bajai, de maga befecskenése ennyi. Le fogom rajzolni, hogy milyen érdekesen működik, mert ugye tudjuk, hogy a közös nyomócsöves komori rendszerné, nyitjuk a polosztot, zárjuk a polosztot, az kész. A főtenge tudja, hogy humor a motorvezér, hogy hol a főtenge, és akkor ahol akar, odaadagol, olyan hosszan, és annyit, amit akar. De a PD-nél nem így vagyunk. Tehát a közös nyomócsöves rendszernél van egy állandó nyomásunk, mindig, hogy mikor mennyi, ezt a motorvezető kiszámolja és beállítja, de a PD-nél nincsen állandó mennyiség. Tehát az, hogy hova fecskendezzünk, tehát milyen pozícióra, hány előfokkal, meg hogy mennyit, az tök érdekesen oldja meg. A motorvezetőt, hogyha megolvassuk, van két csatorna, a gyárra olvassuk, van egy olyan bipjel. Bipjel, ez tök érdekes. Fogunk egy grafikont, itt van az I, az áram, itt meg a time, az idő, hogy amikor kivezéli a motorvezélő ezt a... Ez egy induktív tekercs, majd elmondom, hogy működik. Kivezéli az áramot, hogy telik az idő, lelassítom, írom az egyet, megértsétek, megy fel az áram. Ugye nagyon lassú tudok elképzelni. Kivezél, hogy behúzzon benne a vasmag, megmozduljon, ugye megy fel az áram, egyszer csak megmozdul benne a vasmag, és lesz egy ilyen benne, és megy tovább az áram. Ezt hívjuk bipjelnek. Ez a bipjel. Ez azért fontos a motorvezélőnek, mert ő kivezélne ezt a PD-elemet, de nem tudja, hogy mikor történik meg valójában a befecskezés, és ez nagyon fontos a fokra. Így, mikor a motorvezélő figyeli a bipjelet. Azt jelenti, hogy megy ki az áram, tehát kivezélem a feszültséget, feszültség ugye állás hatásnál áram alakul ki, és szép lassan, nagyon lassítva mondom, megy fel az áram, megmozdul benne a vasmag, abban a pillanatban lesz az áramban egy törés, ezt hívjuk bipjelnek. És a motorvezélnél egy bizonyos csatornán ki lehet olvasni a bipjelet. Na most, ha ez a bipjel egy bizonyos időt jelent, ha a porlasztó például már nem jó, akkor megvan az, hogy a bipjel az mennyitől meddig jó. Tehát azt mondjuk, hogy a bipjel rohadtul nagy, most nem mondok értéket, mert nincs jelentősége, csak hogy mikor. Akkor azt mondjuk, hogy nagyon lusta a porlasztó. Ha a bipjel nagyon picike, akkor nagyon gyors a porlasztó. Megvan az ideális idő, ameddig jó a bipjel. Aztán ezenki még figyelni, hogy a mennyiségkorrekciót, motorvezető tudja, meddig kell, tehát mennyi ideje kell kinyitni a polaszot neki, hogy az mennyi kaj legyen, ugyanúgy, mint a közös nyomócsövesnél. Tehát megnézed egyszer a bipjelet, meg vagy milyen értéken, milyen forraton mennyi lehet.
ha az ETN kívül a polasztó már rossz, aztán meg fogod nézni azt, hogy, hogy a mennyiségkorrekció mennyi, aztán két dolgot megnézed a PD-n, és az jó, akkor, akkor jó szoktak lenni a PD-k. Ilyen egyszerűen működik. Aztán, hogy hogy időzíti a motorvezető a pólasztot, hogy, hogy mikor fecskendezzen, az nagyon érdekes. Azt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk itt van a pumpa, beszéljünk egy bicikli pumpáról, mert az a legegyszerűbb, meg itt van a dugattyúja a bicikli pumpának, itt a karja, ezt a kis kacsoddal fogod, itt a kezed, szép kéz. És azt mondom, hogy a bicikli pumpa, ha idáig följön, tehát ha ekkorát merít, az mondjuk 50 milliliter. Tehát felmegy a PD rugó 50 millilitert merített, ha én végig itt kinyitnám ezt a kis csapot, itt legyen ez egy csap, odaérem a csap, ez a csap, ez mondjuk a tekercs. Ha ezt kinyitnám végig, akkor egy löketté bemenne 50 milliliter. Úgy tudunk egyszerre állítani mennyiséget és időzítést, hogy azt mondom, hogy én nekem csak 10 milliliter kell. Az azt csinálom, hogy úgy nyitom ki a szelepet, hogy innen veszek ki 10 millilitert, vagy innen veszek ki 10 millilitert. Ha innen veszek ki 10 millilitert, akkor nyilván hamarabb kibírom venni, és az nagyobb lesz az előtöltés. Tehát, hogy honnan veszem ki a 10 millilitert? Érdekes van megkitalálva. Tehát nagyon komolyan nagyon meg van írva. Tehát ez legjobban így lehet elképzelni. Ő ugye tudja, hogy hol van éppen a főtenger, hány fokon van a holdponthoz képest, figyel a vezérműtengert, és úgy fogja kivezélni neked a PD-elemet, hogy a teljes mennyiségű neki amennyi ki kell, az honnan fogja kivenni. Ha innen veszik ki, elég utoltöltésbe adja, most hülyén mondom, de az mondjuk, ha innen veszik ki, akkor rohadt nagy előtöltésbe adja. Hogy honnan indítja a nyitást. PD-TD, ha így képzeled, akkor totál megérted. És akkor azt képzeljük, hogy reggel beindul a PDTD, és akkor fehérre füstöl, mi történik? Az történik, hogy vagy a BPL már rohadtul nem jó, meg a mennyiség is kevés. Hát ha el van mérve a BPL a csúcsnak, és azt mondjuk, hogy lusta a csúcs, akkor motivezze azt mondja, hogy kinyitottam az injektort, mondjuk kinyitom 15 fokra, most mondtam egy számot, nincs jelentős, kinyitom 15 fokra, mert enne a hideg motornál 15 fokon kell előtölteni, hogy az jó járjon, és akkor fogja magát fehéren füstölni. Mert mondjuk az a 15 fokra akarja mondjuk kinyitni, vagy 10 vagy 15-re, mivel lusta a polasztó, lesz be 22. És mint olyan, mint egy adagolónál, emtolnád utoltöltésbe, és fehéren fog füstölni, meg rászkodni fog. Tehát amikor a PD-nél rászkodik, mert bármi baj van, mindig itt a baj. Nincs máshol, csak ez. Nincs máshol, ami befecskenéshez. Csak ez. Hibája, a polasztó jó, akkor elvileg minden jó rajta. Aztán, ugye van 3-hengeres, 4-hengeres, 5-hengeres. 5-hengeresnek itt van a vezérműtengelye. Lengelfejet Patyi Tamás barátom nem tudta adni, mert kidobta a kukába. Csak elszóltam a nevét. Ugyan működik mindegyik. Ami különbség az 5-henger, meg a 3, meg a 4-henger között, hogy az 5-hengeresnek kitalálták, hogy nem kell vezérműszíj rá, ha megcsináltak ilyen fogaskerekek hajtanak föl egész fölig. Most nincs mit minden fogaskerék itt, de az egyik a vezérműtengelykerék, más fogaskerék. Van olyan kerék közötte, hogy el kell képzeljetek, hogy ezt ketté vágnám lézerre, és egymásnak két fél el tudna csúszni, úgyhogy közepében van egy rugó. És elfeszítem úgy, hogy egymáshoz párhuzamosan álljanak, beteszem, elengedem, és onnantól feszítve hajtát. Tehát ha ez megszűnik. Akkor ez például, amit látom, ez excenteres a tengelye, látjátok? Ez excenteres, elve tudod beállítani a foghézagot. Tehát, hogyha teked az excenternek a közepét, úgy is van kitalálva, akkor tudod közelíteni, vagy távolítani a kereket. Itt tudod beállítani a foghézagot. Be kell állítani a fokozat nagyon precízen, ha nagy, akkor csatog, ha nagyon nekinyod, akkor meg lerágja magát pillanatok alatt. És meg vagy mekkora hézagjának kell lenni. Ez excenteret tud beállítani, hogy mennyi legyen közel vagy távol a kerék. Így mutatom, így legjobban. Tehát a kettő félnél az így van. Kitalálva, hogy a kettő félnek ilyen jelzetesen csörömpölős hangja van neki, amit vas ládába szöget rázna, vagy szerszámot rázna. Tipikus csörömpő hangja van, meg akkor van egy közlőkerékben, ami félkerék, az elszakad kopni, és akkor nem tudja csinálni a dolgot, és csörömpöl az egész. A PDTD így működik. Aztán, ugye tuningolják ezt 1000 féleképpen, egyébként teljesen jó, változtatott, megszakadnak a kuplunk, a féltengely, utána amiben minden szétcsavar, de addig nagyon jól lehet felé csikorgatni, mert ugye elő nincs súly. Látványos. Amit tuningolnak rajta, gázoldalról szétszedik ezt a PD-elemet,
kiveszik a csúcsot, és tesznek be egy nagyobb átjelző képességű csúcsot. Na most ezt csak egy speciális emberek szokták ezt utána beállígatni. Ennél is ugyanúgy légrések vannak, liftje van neki, tehát mozgás, meg van mindent, hogy kell beállítani, mint egy komori csúcsnak, ez is nagyon komolyan technológiája megvan. Kiszokták venni egy csúcsot, tesznek bele nagy, mit tudom, ilyen csúcsokat, és akkor hú de frankó. Aztán a lightosabb tuning az pedig olyan, hogy van a gázolaj útjában egy hőmérő, tehát a PD nagyon fontos, hogy hány fokos a gázolaj hőmérséklete, mert annak függvényében itt van egy gázolaj hőmérő, annak függvényében adagolja a gázolajt a motorvezető. Tehát minél melegebb a gázolaj, ugye annál többet adagolom, mert a vékony gázolajból kevesebb megy be. Így, ha így érted, akkor így a legegyszerűbb. A legegyszerűbb tudni, hogy lehúzom a csatlakozót, közé dugok egy kis dobozkát, amiben van egy ellenállás, egy vagyoni adják, de egy tudnod kell, csak egy ellenállás van, mert a sem más, ami azt mondja a motorvezetőnek, hogy 125 fokos a gázolaj. A 125 fok az az a hőfok, ami még elhiszi a motorvezető. 130 azt mondja, hogy rossz az érték, tehát rossz a gomba. Tehát 125 fokosra mondja neki a gázolajat, így annyi arányával többet fog neki adogatni, és mit tudom, 10-15% egyből rátesz, vagy aki ismeri az autóját, az a 10% egy 130 lóerőnél egybe észreveszi. Tehát nyomatikusabb is lesz. Az egyszerű tuning az, aztán tuningolják az injektorokat, tuningolják csippel, meg itt Szabinak, hogy meg van építve ez a csodabagora. Itt nagy levegő, meg minden más is jól lehet tuningolni, erős egyébként az autó. Hát mondja, ennyit mondok a gázolajrendszerű. Ugye már nem gyártja a Volkswagen, se átért a CR motorokra. De azok visszasírják, akinek PD volt, mert PD-nél teljesen más dinamikájú, mert a CR motorok sokkal lobbanékonyabb. A turbót ugyanúgy vákuma szabályozok, geometriás turbók vannak rajta, turbó van rajta, hogy a vákumszelep szabályozza, van neki egy MAP-szenzorja, ahogyan a turbonyomás felfelé, ugye teljes, beindul az autó, teljes töltése indul a turbo, tehát behúzza a geometráját teljes töltése, ahogy fejlődik fel a turbon, és úgy elkezdi szaggatni, négyszögével hajtjuk ugye a nyomásszabályos szelepet is, elkezdjük négyszögével hajtani egyre sűrűbbe, hogy szaggassa a vákumot, tehát szedje a vákumot le a vezérlő dobjára a turbonak, és akkor szépen csökkenti a turbonyomást a gyárak beállított értékre. Nagyjából ennyit a teszembe róla. Kérdés? Nincs. Jó, ennyit a Volkswagen és óráról. Volkswagen-et nem jövőtök, kérlek szépen senki ne jön Volkswagen ügybe. Nem azért, hülye vagyok hozzá, mert nem szeretem őket. Nem tudom, hogy van-e valami, amit ehhez hozzá kellene fűznöm. Megmondom őszintén, hogy egyre nehezebb, úgymond tartalmat készítenem Jenővel, mert amiközben én őt filmezem, iszom a tudását, és ledöbbenek rajta, és sokszor kapcsolnom kell, hogy már mutat valamit, és nem segnyelás, de tényleg hatalmas nagy koponya a Jenő, és egyszerűen le vagyok döbbenve azon, hogy mindig mutat valamit. És jó érzés volt pont az, hogy az én autóm állhat itt bent, és erről tudott ő, mert nem mi, beszélni, és egy kicsit a PDTD-i motorok világába belelátni. Úgyhogy remélem, hogy tetszett ez a videó, lesz MV44-es adagoló, ugye? VP44. Basszus, VP, látjátok? Még a hatás alatt vagyok Jenőnek. A VP44-es adagolóról is lesz szó, lesz TDS, lesz egy csomó minden, viszont most, mivel írtátok, egy PDTD élet górcsó alá véve. Úgyhogy, ha van valami véleményetek, nyugodtan írjátok le lent a komment szekcióba, mindet el szoktuk olvasni, és hamarosan jövünk a következő Red Power garázsos tartalommal. Én elköszönök, és megpróbálom feldolgozni ezt a rengeteg információt, amit megint csak úgymond, hát így szoktam, hogy elloptam a mestertől. Le vagyok sokkolódva. Úgyhogy kívánunk nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délelőttől délutánt, hételeit, hétvégét. Attól függ, hogy ki, mikor nézi ezt a videót. Sziasztok! Hit the boulevard and hit my dance. Yeah. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking yeah. can't. I go over anything like rants. Had to tell my old hoes, bon voyage like I'm in France. Hey, now I eat hors d'oeuvres and get them served at my advance. Hey, fuck up my face, please and thank you in advance. Hey.